Esti gyors. És Újhely István, az MSZP európai parlamenti képviselője van itt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az Európai Bizottság elnöke több fontos dolgot, hát kettőt, ami gondolom az ön szívének is kedves, bejelentett, egy új egészségügyi kutatási ügynökségre vonatkozóan, a másik pedig egy új európai minimálbér szabályozási keretrendszerére, ez persze egy ajánlás. Mit gondol ezeknek a jelentőségéről? Ha jól tudom, akkor egy ilyen, hogy mondjam, csak uniós szabályozása az egészségügynek, az közel áll önhöz. Egy európai egészségügyi unió, mondjuk. A mai beszéd azért nagyon-nagyon fontos. Minden szeptember, és a minden év szeptemberében az Európai Bizottság elnöke részéről a következő évi munkatervet megzenésítve tartja a vitát a parlament. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy beszéd, hanem erre fogja építeni a következő évét a bizottság. És valóban Magyarország szempontjából három fontos kérdést is ki tudok emelni. Az egyik a jogállamiság kérdéskör, amiben nagyon erőteljesen beállt a bizottság elnök asszonya. Azt mondta, hogy nincs pénz akkor, ha nincs jogállamiság, ezt végig fogja verni a bizottság és a parlament. A másik két téma pedig, amit ön említett. Az Európai Egészségügyi Unió projektjének az egyik kitalálója, kezdeményezője vagyok. Önöknél is nyilatkoztam erről számtalanszor. Jóval több mint egy évre ezelőtt kezdtük meg a szakmai munkát, az orvosi kamarától kezdve magyar és nemzetközi szakmai szervezetek álltak mellém, segítették ezt a munkát, és elértünk oda, hogy júliusban a parlament elfogadott nagy többséggel egy állásfoglalást, egy kezdeményezést a program, az Európai Egészségügyi Unió kapcsán, és most pedig beleállt a bizottság elnök asszonya is. Ez azt jelenti, hogy nagyon leegyszerűsítsem, hogy látva a különbözőségeket Európa különböző térségeiben az egészségügyi szolgáltatás színvonala elérhetősége kapcsán, mi azt akarjuk, hogy egy egységes, minimális követelményrendszernek minden kormány meg tudjon felelni a maga országában, és minden polgár hozzájusson az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz. Ami a minimálbér szabályozási keretrendszerét illeti, ennek mennyi a realitása, vagy mondjuk mennyi lett a kifutása, hogyha mindenki nagyon-nagyon komolyan veszi? Óriási siker, de ellenzéki pártok, többen is ezen dolgoztunk már az EP kampányban, és sokat beszéltünk az európai szociális pilléről, benne pedig az európai minimálbérről. Nyilván én is egyeztetek napi szinten Dobrev Klárával a frakción belül, nyomjuk az ügyet. Ugyanakkor a mai bizottsági elnöki asszonyi bejelentés egyelőre sok homályt tartalmaz. Nem pontosan tudható, hogy a bizottság milyen előterjesztéssel él, de ez már önmagában siker, hogy miközben eddig Európa még csak megemlíteni sem akarta az európai intézmények, levették folyamatosan napirendről az európai minimálbér kérdését, most a bizottság elnök azt mondja, ebbe beleállt. A feladat megosztásunk egyértelmű, én viszem tovább a szakbizottság tagjaként az Európai Egészségügyi Unió programját, bízom abban, hogy a magyar kormány is beleáll, meg tudjuk emelni az ellátás színvonalát, biztonságot, erős egészségügyet tudunk adni, mert nincs erős Európa, erős egészségügy nélkül, és nincs boldog Magyarország egy jól működő egészségügyi rendszer nélkül. Végül említette, hogy a bizottság elnöke elég keményen fogalmazott a jogállamisági elvárások ügyében, és azt mondta, hogy vagy úgy éreztem, azt mondja, hogy a parlamenttel együtt nyomni fogja ezt az ügyet, ez nyilván a tanácsra vonatkozik. Hogy látja most ezt a helyzetet, hogy áll? Tehát szavak mennyire van? Óriási csata van, hiszen a következő három hónapban el kell, hogy fogadjuk a következő 7 év EU-s keretköltségvetését és az úgynevezett újjáépítési alapot, ezt a Next Generation alapot, ami 750 milliárd, a másik 1100 milliárd, tehát mindegy 1850 milliárd euró, elképesztő nagy pénz, mindenki várja, az európai gazdaság a Covid-járványnak köszönhetően sok helyen romokban van, a társadalmi helyzetet pedig a magyar hallgatóknak nem kell bemutassam. Éppen ezért úgy kérdés, hogy miközben Orbán Viktor megpróbálta azt a feltételt szabni a
költségvetés elfogadásának, hogy abban ne legyen benne semmifajta számonkérés az egyes tagállamok jogállamiságával kapcsolatban. Ehhez képest úgy néz ki, hogy a bizottság és a parlament közösen beleállt az ügyben. Hagyj emlékeztessek, hogy 2019. januárjában az Európai Parlament elfogadott egy jogszabálytervezetet, amit mostanáig nem sikerült a tanács megtárgyaljon. A tanácsban a kormányfők nyilván ezt blokkolták, hiszen féltek attól, hogy Orbán Viktor és egy-két elvtelen illiberális barátja megakadályozza a döntéseket. Most viszont a német elnökség, és ezek szerint Ursula von der Leyen, aki hát Merkel kancellárral meglehetősen jó személyes viszonyban van, eldöntötték, hogy ezt behozzák. Egy dolgot hagyd tegyek még hozzá, pont az én munkámnak köszönhetően került be ebbe a jogállamisági mechanizmus tervezetbe, jogszabály tervezetbe, mondom még egyszer, a parlament már szavazott, hogy a végső kedvezményezetteknek, tehát önkormányzatoknak, civileknek, gazdasági szektor szereplőinek akkor is hozzá kell jutnia az EU-s pénzekhez, hogyha a kormányt büntetve, szankcionálva Brüsszel befagyasztja a pénzeknek a kormány felé való utalását. Tehát ez egy olyan garancia, amelyben úgy állhatok önök elé és a nyilvánosság elé, hogy egy olyan megoldást dolgoztunk ki, amely a nemzet hosszú távú érdekeinek, a hazának szolgál, nyilván Orbán rendszerének pedig egy Achilles nyát eltaláló nyilvessző. Köszönöm szépen. További jó estét. Én köszönöm szépen, és szépen otthon Magyarországon. Innen. Köszönjük. Újhely Istvánt hallották, az MSZP európai parlamenti képviselőjét.